A cukorbetegségben szenvedő betegek száma világszerte rohamosan emelkedik, és ez alól hazánk sem kivétel. Magyarországon azt mondják, hogy 800 ezer cukorbeteg van. Ehhez még ennyit hozzá lehet rakni körülbelül, akinél valamilyen cukorbetegséget megelőző állapotban van. Egyre rémisztőbb az, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik. Tehát még az egyetemen azt tanultuk, hogy egyes típusú cukorbetegség gyerekeket érint, kettes típusú cukorbetegség a felnőtteket, időseket érinti, illetve van még a terhességi cukorbetegség, ami a terhes hölgyeket érinti. Ma már ez eléggé kezd fölborulni, egyes típusú kezdést is találunk felnőtt korban, és egyre gyakrabban akár gyerekeknél is találunk kettes típusú cukorbetegséget. Itt a különbség az, hogy az egyes típusonál ott maga az inzulin termelő sejtek pusztulnak el, és nincsen inzulin termelés, tehát ott rögtön inzulinnal kell belépni a kezelésnél. A kettes típusonál ott viszont a szöveteknek az inzulinra adott válasza változik meg. Csökken, egyre több inzulint kell termelni a szigetsejteknek, és ez így egy kimerüléshez fog vezetni, és ennek is a vége az, hogy sokszor inzulinnal kell belépni. A cukorbetegségnél és az utóbbi években a nemzetközi és a hazai szakmai társaság is egyre jobban beemeli a mozgásnak a kiemelt szerepét. Ezt most már az Amerikai Diabetológiai Társaság a tavalyi ajánlásában annyira fontosnak tartott, hogy külön fizikai aktivitásra szóló ajánlást adott ki, és azt mondja, hogy bármilyen cukorbetegsége is van valakinek, a mozgás alapvetően ugyanúgy ajánlott, ez pedig a legalább 150 perces közepes intenzitású kardiomozgás hetente. Emögött olyan élettani jelenségek vannak, hogy a mozgóizom az képes a cukrot kétféleképpen is hasznosítani. Az egyik az az inzulin nélküli, tehát neki nem kell inzulin ahhoz, hogy föl tudja venni a cukrot a vérből és el tudja égetni. És feltetőleg ez valahol visszavezethető, hogy a törzsfejlődésben úgy alakultunk ki, hogy a szavannán futunk, vagy az antilop után, vagy az oroszlán elől, és ez a futás, ez kell ahhoz, hogy a cukrot fölvegye, és így lett az egyensúly, hogy van mozgás és van inzulin, ez a kettő együtt használja el a cukrot. Most, hogyha a mozgást a modern életbe kivesszük, akkor az inzulinnal kezdjük pótolni, ami persze, hogy ki fog merülni. Tehát vissza kell rakni ezt a futást bármilyen, ami kardiomozgás, ami a szívfrekvenciát megemeli. Itt legalább 20-30 perc egy alkalom, és utána két nap múlva, három nap múlva ezt ismételni, így kell összerakni a 150 percet. Ez megint élettanilag vissza lehet vetíteni, hogy az izom inzulin nélkül, ha mozog, tud cukrot fölvenni, de az inzulin érzékenysége, az a mechanizmus is érzékenyítődik, és az ráadásul utána 24 órát kitart. Tehát, hogyha ma mozgok, akkor utána a nyugalomban lévő izmom is jobban érzékeny az inzulinra, könnyebben fölveszi a cukrot, még 24 óra múlva is. Tehát ezért rendszeresen ezt ismételni kell. Ehhez hozzá kell rakni hetente körülbelül fél óra izomerőnövelőt, ezen kell izom, kell a kályha ahhoz, hogy el lehessen égetni a cukrot. Ezt tovább ment a szakmai ajánlás a tavalyi évben, azt mondja, hogy ülő munkát végzőknél, vagy álló bármilyen statikus munkát végzőknél fél óránként szükséges lenne egy 5 perc mozgás. Cukorbetegségnél a táplálkozásban a finomított szénhidrátokat szokás legjobban kiemelni. Tehát azok, amik nagyon gyorsan felszívódnak, nagyon gyorsan megemelik a vércukorszintet, emiatt nagyon gyors inzulin választ provokálnak, aminek utána a vége egy visszacsapó effektus, hogy lecsökken a cukor, de az inzulin még ott van és belemegy egy alacsony vércukorszintbe. És azt mondják, hogy ez a legkárosabb, amikor így nagyon-nagyon emelkedik, csökken a vércukorszint. Az a legjobb a cukoranyag cserének, háztartásnak, hogyha nagyjából étkezéssel a stabil, egyenletes vércukorszintet biztosítjuk. Nem hiába a cukorbetegeknek és az egészségeseknek is a napi ötszöri étkezést javasolják, és előtérbe helyezik azt, hogy hosszú felszívódású szénhidrátokat fogyasszanak, főleg mondjuk reggelinél, illetve vacsoránál.